hatalmas reveal, nagy felfedések. Most kiderül, hogy ilyen term, streameket nézett. Úgy, senki se gondolta volna. Dölt alul szétszpemeltük a csetet, átvirasztottuk az éjszakát egy gyors végigjátszásokat nézve. Egész évben együtt voltunk, és ez számította a legtöbbet akkor a hype-ot csaptál, csak te tudsz. Ezer órát néztem, 273 napon át, 300.000 ezer csatornapontot szedtem össze, 7000 üzenettel. A leggyakoribb hangulat jelem a jisszeg volt és a joló, a kettős pont D, a IH és a lul. Új ismerősökre és közvetítőkre találtál, és a chat legborzalmasabb bemásolt spamjain nevetetek együtt valami különleges részévé váltál. A chat Legborzalmasabb bemásolt szemméin nevettetek együtt. Hát. Nem. Ilyen nem történt. Borzalmasabb szemem nem nevettünk. De szerintem amúgy ti se. Külföldön lehet. 16, aj 16 ajándék előfizetést toltam. Segítetted a szeretet áradását és a, közösséged 16 e a közösségedet 16 előfizetéssel. Előfizetés ajándékozásával. És oda. Segítetted a szeretet áradását és a közösségedet 16 előfizetés ajándékozásával. Ja, hogy segítettem a közösséget. Van 8 moderált órám, 9 moderált csatornán. Köszönjük, hogy a kardal és pajzsal küzdöttél velünk. Segítettél, hogy a Twitch még biztonságosabb legyen mindenki számára egész évben. Nem tudom, hogy milyen csatornán vagyok moderátor. Kettő csatornáról tudok. Egy oik, akihez néha-néha benéztem. Kettő konti, aki nemrég adott egy kardot a csatornájára. De hogy mi ez a kilenc, azt még meg se lehet nézni. Van egy oldal, ahol... A moderátorok meg tudják nézni, hogy hol moderátorok, de ott nekem csak egy vagy kettő csatorna van. Szóval, hogy ezt, ezt nem vágom, hogy ez most mi az, hogy kilenc. Kedvenc közvetítői, tudom, hogy mindenki erre várt. Tessék, el is megyek máshova. Tessék, na, most gondoltátok volna? Gondoltátok volna, hogy a Rainbow Six Siege csatorna lesz nálam a legnézettebb? A droppok -ok miatt? Gondoltátok volna? 134 óra, 20.000 csatorna pont? Elképesztő. Most lebuktam. Most lebuktam. Hogy a szokott esténként peregni, meg meg Mókás, meg Máté, meg nem is tudom, Little Mao, meg kik szoktak még esténként streamelni. Most lebuktam. Most lebuktam. Mondjuk az, hogy hogy lett, hogy lett 96 órám a VR-nál, úgyhogy gyakorlatilag ez, ez, ez lehet a happy hour? Amúgy lehet. Simán lehet. Ez valószínűleg amúgy csak a happy hour-rel hour jött össze, ez a 352 üzenet, vagy éppen az esti streamekkel, de hogy hogy lett az úgy, legjobb 1 Szerintem, ha nézegették ezeket a számokat, ők is, akkor szerintem ők se értették amúgy ezt, hogy hogy van. Tehát, hogy én, hogy lettem a 352 üzenetemmel és 100 órámmal legjobb 1%. Kedvenc kategóriáid, Rainbow Six Siege. Hát ugye a drop-farmolás miatt ez nem is meglepő, az Eldering se meglepő uh, uh, avid és máté miatt, meg nem tudom még kik, uh, kik, ja, Conti, meg nem tudom még kiket néztem, amikor voltak. You have voltak. A Lost Ark uh, valószínűleg szintén avittól csúszott be, a Jazz Chatting meg, az nem tudom kitől csúszott be. A Happy Hour az Jazz Chatting vagy Talk Show? Az Jazz Chatting, srácok? Szerintetek Jazz Chatting? Talkshow? Ugye, megnézzük. Most kíváncsi vagyok. Ha betölti, persze. Talkshow? Sárcok, ez Talkshow. Ez bizony -e a Na hát akkor, ha Jazz Chatting, az kitől csúszott be? Gőzöm sincs. Gőzöm sincs, hogy mit keresít egy Jazz Chatting. A Rainbow six nem szokott lenni Jazz Chatting. Avid lehet, hogy szokott Jazz Chatting-elni, de szerintem nem annyit, hogy a top 4 kategóriámban legyen. Mátése szerintem annyira szól, hogy mit keres egy Jazz Chatting. Nem, itt nem tudom. Na mindegy. Ez ilyen kis... Háttérinformációval számotokra, hogy ilyen termilyen streameket néz. Nagyon izgalmas volt. Most mindent megtudtatok? Lebogtam.